Bemutatták a MÁV IC Plus kocsik első osztályú, vagyis prémium kategóriás változatát. Mindjárt láthatják a nyugatiban rögzített felvételeket, valóban kényelmesnek tűnik a kocsi. A MÁV saját fejlesztéséről van szó, itthon készül magyar szakemberek és többnyire magyar beszállítók segítségével. Bőrülések, állítható lábtámasz és háttámla, valamint érintőképernyős panel, amivel a hőmérsékletet és a fényerőt is lehet szabályozni. Többek közt ilyen kényelmi funkciókkal szerelték fel az IC Plus Premium első osztályú kocsikat. Az IC Plus járműcsalád teljes egészében a MÁV fejlesztése, ezek pedig az első prémium kategóriás kocsik, amik kigördültek a szolnoki gyárból. Az első osztályú és a prémium kocsiknak a bevezetésével egy soha nem látott jó szolgáltatást lehet tapasztalni a magyar közlekedésben. Egészen biztos, hogy ilyen kényelmesen nem lehet utazni semmivel, és talán azt is mondhatom, hogy ilyen olcsón sem lehet utazni semmilyen más közlekedési eszközzel. Nem csak az ülések számítanak újdonságnak az IC Plus első osztályú kocsiain. A kocsi végében helyet kapott egy bisztró is, ahol üdítőket, szendvicseket, vagy akár frissen készült ételeket is vásárolhatnak az utasok. Az IC Plus járműcsalád tervezése 10 éve kezdődött, a gyártást célzó programot a vasútársaság a kormány támogatásával valósítja meg. Az utóbbi években többek közt ennek köszönhetően jelentősen nőtt a magyar vasút színvonala. Bőven volt azonban honnan fejlődni, erről beszélt az állami vagyongazdálkodásért felelős államtitkár a csütörtöki tájékoztatón. A 2010 előtti kormányoknál a teljes koncepciótlanság és súlyos alulfinanszírozás jellemezte a költségvetést, valamint vagyonfeléléssel és megszorítási kísérletekkel igyekeztek ezt leplezni. 2010 után a magyar vasút igen komoly fejlődésen ment át, melyre nem csak a vasútas társadalom, hanem az utazóközönség és az egész ország büszke lehet. A kormány a vasúti járművek cseréjére csaknem 2000 milliárd forintot szán 2030-ig. Ez egyebek mellett azért lehetséges, mert hazánk az első között lábalt ki a koronavírus válságból, mutatott rá az Innovációs Minisztérium államtitkára. Ennek köszönhető, hogy a gazdaságnak a teljesítménye már meghaladta a válság előtti szintet. Várakozáson felül 17,9%-kal nőtt a bruttó nemzeti termék a második negyed évben az egy évvel korábbihoz képest, és az EU-ban jól tudjuk, hogy ennél alacsonyabb volt a növekedés. Az új IC Plus kocsikkal a következő három szombaton találkozhatnak először az utasok. A MÁV négy állomásos roadshow keretében Szolnokon, Debrecenben, Nyíregyházán és Miskolcon mutatja be az új kocsikat. Forgalomba először október 11-én állnak majd a Dália és a Vécse Intercity körjáratokon.